A hosszú ideje Amerikában élő korábbi remek dózsás labdarúgó nyári szabadságát tölti Magyarországon. Horváth József természetesen a Szusza Ferenc stadionba is kilátogatott, ahol a régi játszótársakkal, például Tóth András, Juhász Péter, vagy éppen Sardos András is találkozott. És ellátogatott hozzánk a stúdióba is. Itt köszöntöm Horváth Vörit, aki már inkább bősz, mint vörös hajú. Hát nagy szeretettel és nagyon-nagyon örülök, hogy le tudtunk ülni beszélgetni, hiszen valamikor 430 évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, még a tatai edzőtáborban, amikor még te itthon játszottál, én pedig valami kis labdákat ütögettem ott a válogatottal. Milyen időközönként jársz haza? Hát 10 év, első 10 évben nem tudtam hazajönni, mert nem lehetett? Magyarok nem engedtek haza, de édesapám meghalt 79-ben, és megkaptam egy 20 napos ittmaradási engedélyt a magyar államtól, úgyhogy attól a perctől kezdve minden második, negyedik évben jövök haza Magyarországba. Nagyon jó, hogy jössz, mert azért ez fontos dolog, hogy a régi idolok, a régi nagyjátékosok azért látogassanak haza, ha másképpen nem, azért halljanak róla a mai fiatal labdarúgók, a mai újpesti labdarúgók. Ha már Újpestnél tartunk, azért kezdjünk egy kis történelem. Úgy tudom, hogy 6-7 éves korodban már rúgtad a labdát. Mindig focista akartál lenni? Igen, mindig, mert édesapám egy nagy futballista volt, ő játszott a Szusza Ferivel még annak idején. És ő volt az első edzőm is. A Feri bácsi? Édesapám. És ő volt az edzőm, és mindent akartam, hogy ő is olyan legyen, mint apukám. És én szerettem a focit. Bowlingoztam is, kugliztam is, de kugliba nem olyan jó voltam, mint fociba, aztán választottam a focit. Hát tudod, hogy van ez a labdarúgás, ez egy csapatjáték, a bowlingban meg egyedül vagy. A csapatjátékban azért most rika lesz, nagyon könnyű az, ha nem megy úgy a játék, lepasszolom a legközelebb állóhoz, aztán mégis jól játszom. Hát igen, csatárnak indultam a gázművekbe, és a budai Spartakuszba kerültem 67-68. Ott már középpályást játszottam, meg hátsó fedezetet. És aztán hirtelenjében újpesti dózsa lett, ami azt gondolom, hogy egy kisrácnak, pláne egy olyan labdarúgónak, akinek kötődése van az Újpesthez, hát az minden vágya lehetett, hogy újpesti hát színekben. Igen, előtte, mielőtt az Újpesthez kerültem volna, a Honvéd behívott a katonaságra, de ugye a fülem rossz, nem lettem katona. Közben aláírtam az Újpestre 69-ben, és úgy írtam alá, mert édesapám ismerte a Baroti Lajost nagyon jól, mert egymás ellen is játszottak, és édesapám azt mondta, hogy a Jóska aláír az Újpestre, ha elviszitek Dél-Amerikába. Egyből beleestél egy Dél-Amerikai túrába? Hát ebbe a túrába beleestem, mert Baroti nagyon akart, mert közben a úttörő válogatottban jól játszottam, a 21 éven aluljáknál jól játszottam, és hát mindenáron Újpest akart. Hát az egy ekkora darab ember, mert akkor sem voltál pici, azért pontosan emlékszem rá, hogy megjelentetek ott a úgynevezett hátvédsorba, vagy a középpályás sorba, azért a Horváth Harsányi ott beindult, hát ott szerintem hát nagyon nehéz dolga volt bárkinek. Már ott 6-2 voltam, 85 kiló voltam. Az igen. És hát nagyon-nagyon-nagyon mondhatnám, hogy szerencsés is voltam, mert például olyan játékosokra soha nem feledkezek el, mint Zámbó, Noskó, Fazekas, akik állandóan mögöttem voltak, Káposzta, Solymosi, főleg hát, Solymosi. De mondhatjuk azt, hogy akkor abnak a régi, Isten igazából újpesti dózsának nevezett nagy csapatnak volt a tagja. Hát bekerültem abban a csapatban 79-71-ben. 71-ben. Ne ugorjunk nagyot, mert erről a dél-amerikai túráról egy mondatot azért szeretnék hallani, de előtt állítólag itthon is történt valami egy edzésen, amikor lementél a Megyeri útra. Ja, amikor lementem a Megyeri útra, akkor a Bennével összeugrottam, a havas volt a pálya, és becsúsztam neki, beleborult a hóba, azt mondta nekem, hogy ne féljek, mert Dél-Amerikában nem lesz ilyen esélyünk. Nem lesz ilyen alkalom, hogy fürödjünk a hóba. Te Józsi, áruld már el, hogy fogadtak ezek a nagy sztárok, mert ugye amikor ide jöttél, voltál 21 néhány éves, azért itt már volt Bene, Dunai, Fezakas Laci, Görös Titi, és folytathatnám a sort. Hogy fogadták ezt a süldő gyereket? Hát
Nagyon örömmel fogadtak, mert mindenkivel lekezeltem, készfogást bemutatkoztam minden játékosnak. Egyedül a Noskó ottan pástiszta a lábát, aztán a Zámbos annyi mondta neki, azt mondja, te ide figyelj, jön egy új játékos, hát fogjál vele kezet. És akkor így a Noskó kezet fogott velem, akkor mindenki nevetett. Tehát befogadtak. De ehhez azért kellett játszani, kellett fotballozni, kellett mutatni valamit. Kellett bizonyítanom, hogy beférjek ebbe a csapatba. Hát az első meccsem a MTK ellen volt, neve, soha nem felejtem el. A Sárközit kellett fogni, meg a jobb hátvéd volt. Mindegy, a nevek nem számítanak ebben a korban, megbocsátjuk már. Ezen a meccsen leégtem nagyon, ahogy mondták. Az újságok írták, hogy többet nem fog tudni játszani az első csak NB1-be. Hát, már voltam egy kicsit törve, de tréningeztem, játszottam a gyerek srácokkal, Solymosi segített sokat, Szent Mihályi, Káposzta, Sóvári, Istenem, nagy nevek, Kuharszki, you know, enne, és hát tréningeztem, és egy szép napon lejöttek az edzőtáborból, édesapám házába, és fölvittek az edzőtáborba. És a újpesti Dózsa vasas meccs volt, és a Baróti betett, nem középpályásnak tett be, hanem center half-nak, utolsó embernek. A Farkas, Mésző, Ihász, ezek nem tudtak elmenni mellettem, nem tudott fejelni a Mésző se, úgyhogy megvertük vasast, azt hiszem 2-0 vagy 2-1 volt. Akkor ettől a pillanattól kezdve meg volt a helyed a csapatban? Ettől a perszők ottan kezdve én játszottam az Újpestben, Solymosi játszott a válogatottban. Pixi. Te Józsi, azért ebből az újpesti csapatból, hogy elkezdjük innen Szent Mihályitól Zámbóig, azért innen nagyon sokan a válogatottba kerültek, sőt azt mondták, hogy aki az Újpest első csapatában játszhat, az szinte egyenes út a válogatottban. Neked is ilyen göröngy nélküli volt azért? Hát nekem csak annyiból volt egyenes az utam, hogy a utánpótlás válogatottal megnyertük az Európa-bajnokságot, és utána a Iloszki volt az edző, vagy nem tudom pontosan most a nevét, 7 játékos az utánpótlásból fölvitt az első csapatba, magyar válogatottba. És akkor edzettünk, tréningeztünk, az első meccsünket azt hiszem játszottuk Ausztriába, akkor egy-egyet csináltunk. A Mészáros, a Kapus fölvitték, a Kistibi, Koritár, Becsei. Ez egy jó kis. Azt mondom neked, hogy ez a 49-50-es korosztály, 48-as korosztály, akkor letett a névjegyét ott. Nagyon is jó. Nagy Laci is ott volt, Tóth Andi is ott volt, Juhász Péter ott volt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sokan az utánpótlásból fölkerültünk oda. Végül hányszor sikerült a magyar válogatottba? 16-szor játszottam a magyar válogatottba, 14-szer voltam kapitány. A magyar válogatott kapitánya. A csapat kapitánya. Ez nem a termeted miatt lettél kapitány, gondolom. Nem, hát a játékom alapján gondolták, meg a természetem. Te jó, amikor fölmentetek a pályára, és nem a Újpestről beszélek, hanem a válogatottról beszélek. Ugye azt mondják, hogy a kapitány. A kapitánynak szava van, de gondolom nem csak a pályán, hanem az öltözőben is. Hát a öltözőben is volt szavam, de főleg a pályán. Amit a öltözőben megbeszéltünk, taktikai utasítás vagy játék alapján, ha én látok valamit, vagy a csapatkapitány látott valamit, akkor odaszóltunk egymásnak, hogy most erre vigyázz jobban egy kicsit, majd jövök segíteni, vagy valami, tehát akkor megbeszéltünk. A csapatkapitánynak megvan arra a jogosítványa, hogyha netalántán másképpen sül el az a bizonyos taktika, amit kidolgoztatok, megbeszéltetek a mérkőzés előtt, igen, akkor kicsit tudjatok változtatni meccs közben? Igen. Akkor tehát nem tudunk, kell kiszólni az edzőnek, hogy mester... Nem, a Lajos bácsi vagy, aki volt az edző, az beszólt, és akkor már tudtuk, hogy merre mit kell csinálni. Középpályás, beállós voltál 74-ben, most várja, lehet, hogy megbukom, 74-ben voltál évlabdarúgója? Igen. Akkor mégsem buktam meg. 74-ben megnyertük az utánpótlás, a 21 éven aluljaknak a Európa bajnokságot megnyertük. Utána volt a Magyar Népköztársasági Kupa, azt is megnyertük, és az válogatottban is elég jól játszottunk. Hányszor játszottál az újpesti bajnokcsapatban? Hát, már nem a darabszámot, évet, hanem hány évet? 6 évet játszottál azért. Ja, a 7. év az a fél év volt, hogy bekerültem. Az első fél év. Az 69, az 70, 71-ben csak fél évet játszottam, és akkor utána
Végigjátszottam. Ugye úgy kezdtem, hogy már hosszabb ideje az tengeren túlon az Egyesült Államokban élsz. Most ezt akkor is mindenfajta mellébeszélés nélkül miért mentél el? Hát először is egy oka volt neki, hogy a Fegyelmi Bizottság, a Honvéd Újpesti Dózsa Magyar Népköztársaság kupadöntő volt a Népstadionban. Én a Kozmával összerúgtam a labdával együtt, Kozma leesett, én fölálltam, vittem a labdát tovább. A bíró nem is adott se sárga lapot, se piros lapot. Kozmát elvitték a kórházba. Kutasávtárs volt akkor a labdarúg szövetségi kapitány. És mikor vége volt a meccsnek, odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő garantálja, hogy az életben nem rúgok labdába Magyarországon többet. Mi, ahogy a Újpesti Dózsa labdarúgója, a válogatott csapatkapitánya, de. És folytathatnám tovább, és akkor azt mertem mondani egy darab ember, hogy figyelj ide, te már többet itt nem jártál. Igen, ez ott volt a nagybátyám, édesapámnak az öccse, aki Svájcból itt volt megnézni a meccset, és azelőtt mondta ezt a kutasártás, és akkor elment a kutasártás, akkor mondtam neki, hogy csináljon valamit kint Svájcba. Mert te játszani akarsz mindenképpen. Mert szeretnék játszani, focizni. A Újpest elment akkor Spanyolországba túrára. Én itthon maradtam, akkor rá 3 vagy 4 napra az újság kihozta, hogy a kutasjártás eltiltott 6 hónapra. Nem is edzettem az első csapatba, csak a tartalék csapatba. Tehát magyarul beváltott a szavát? Igen. A szép. És 6 hónap lejárt, ez november... November közepén igen. Volt, a FC Zürich ellen játszottunk, itt kint Újpestit megnyerte 3-0-ra, ott kikaptunk 3-2-re. Most akkor a Újpest kivitt engemet Zürichbe, és betettek a második félidőbe, akkor 3-0-ra vezetett a Zürich, és akkor én összem egy gólt fejeltem, meg egy átadásomból volt. 3-2-re kikaptunk. És akkor jött a nagybátyám, hogy beszélt az FC Zürichkel, mikor tudok kijönni. Mondom így ott is. Kint, hogy mikor tudok kijönni? Igen, azt mondta az FC Zürich. Svájci csapat. És akkor? Hazajöttem, akkor készülöttem, akkor már edzettem az első csapatba, és akkor volt Diósgyőrben, volt az NB1-eseknek egy ilyen teremtorna meccsek. És akkor mondtam, hogy én odakaptam a lábamhoz, és mondtam, hogy szeretnék kimenni nagyanyámat meglátogatni. És ez elég volt annyira, hogy az Újpest kiengedett, közben már a családomnak elintéztem a repülőjét, meg a útlevelet. Ugyanazzal a géppel, svájci géppel mentünk kifele, és akkor ettől kezdve... És akkor ettől kezdve fordulás történt az életedben. Igen, én bementünk rögtön a Emigration Office-ba, már a svájci követségre, és megmondtam, hogy itt szeretnék maradni. Jó. Illetve nem jó, mert vesztettünk egy nagyon-nagyon jó labdarúgót, és én azt mondom neked, hogy nagyon sajnálom, hogy egy Horváth Józsi nem maradt itt Magyarországon, de mindenki a saját maga életének a jobbítója, vagy az elrontója. Te aztán kikerültél oda, több bajnokságban is játszottál, itt Európában történt ez meg az, aztán utána hopp, egyszer csak egy nagy lendülettel, a tengeren túlon kötöttél ki, ahol azóta is vagy. Miért kellett elmenni Európából? Azért Európa mégiscsak közelebb van ide a kis hazához. Igen, én aláírtam 76-ba, 77-ben aláírtam Rot-Weiss-Essen német Bundesliga csapatába. Elég jó pénzt kaptam, lakást kaptam, kocsit kaptam, autót kaptam. Aztán 77-ben Amerikából jöttek megnézni a Rot-Weiss-Essen Düsseldorf kupameccset, a német kupameccset. Nagyon jól ment a játék, azt mondták 200 000 forint. Te, Józsi, ez az időszak, amire a fiatal sport rajongók nem nagyon emlékezhetnek már, amikor azt mondták ott a tengeren túlon, hogy az európai labdarúgást akarják erősíteni, ez az időszak volt már? Ez a kezdete volt, a kezdete, mert 75-76-ban aláírta a New York Cosmos a Pellét, a világ egyik legnagyobb játékosát, nem a Puskásékról beszélek, hanem a később, mert azok is igen, sokan igen. Voltak kint, nagy hírnevet csináltak a magyaroknak, és
akartak külföldi játékosokat behozni, hogy megerősítsék a csapatot. Az akkor, mikor én kimentem Amerikába, akkor 4 amerikai játékosnak kellett játszani a csapatba. Többi az lehetett külföldi. Uh-huh. Így gyorsan bevásároltak embereket, játékosokat, és indítottak el a focit. Akkor lett a Kozmoszból, igazándiból ismert nagy csapat. Akkor lett a Kozmoszból, igen. Akkor bekezdő Beckenbauert oda fizették, a Carlos Albertot, a Brazilt, a Kevin Keegan angolból, George Best, Irish, jön a fene gyerek, ne úgy mondták, hogy fene gyerek, mert akkor játszott jól, mikor megjött egy kis sátot. Te és velük együtt játszottál, vagy csak ismerted én őket? Én játszottam a Beckenbauerrel együtt, a Carlos Albertoval, a Washingtonban játszottam, a Johan Cruyff, Wim Jensen. Ezek nem kis nevek. Hát akkor nagy sztárok voltak itt Európában. Hát a Ajaxban játszott a Hát Johan azért mondom, Cruyff. Kevés magyar labdarúgó mondhatja el, hogy ilyen világsztárokkal lépett pályára, akár hát, ellenfélként, akár egy csapatban. A San Jose Earthquake-ben játszottam a George Best-tel. Te amerikai válogatott, mint olyan? Amerikai válogatottban nem játszottam, mert nem voltam még citizens. És lettél? Mármint citizens voltam, amerikai citizen, állampolgár, de... És meddig sikerült, meddig rúgtad a labdát kint a tengeren túl? 78-ban mentem Amerikába, és 83-ban hagytam abba, az amerikai első csapatába. Utána 83-tól játszottam a Rochester Flash, a Second League-ába, ott edző is voltam. Utána 84-ben játszottam a Pennsylvania Stoners, ott is edzőjátékos voltam, és utána abba hagytam a focit. Tehát 36-38 évesen még 36 játszottam. Még játszottál? Igen, játszottam. Soha nem akartál igazádiból edző lenni, tehát az, hogy most én leszek a coach, én leszek a menedzser, az edző, mert mint mondtad, hogy voltál valamelyik csapatnál edző is. Igen, hát két másodosztályú csapatban voltam edzőjátékos. Hát a fizetés az nem volt olyan, hogy elégedett lettem volna vele, és ezért gondoltam, hogy azért a kis pénzért, amit fizettek volna, azért utazni meg... Másképpen zajlik az élet, pontosan él. Ha már arról beszéltél, hogy ugye nem lett volna elég, hát gondolom akkor a család is, hát hogy szoktátok meg az amerikai légkört, az amerikai életet ki, mert a családdal azért nem egyszerű. Hát nem volt egyszerű az első évben, mert Rochesterben voltunk, de volt egy-két magyar, aki jelentkezett, úgyhogy az első évben az én fizetésem nagyon-nagyon kevés volt. És a nyelvvel hogy bírtál, nyelv, mint olyan? Hát a nyelvvel jártam iskolába minden másnap egy-egy órát, uh-huh. Úgyhogy hát nyelv problémáim voltak az angollal, mert nekem az angol nagyon nehéz volt. Uh-huh. Már spanyolul beszéltem egy kicsit, franciául beszéltem egy kicsit, nem sokat, de kicsit, és jugoszlávul meg tudtam egy kicsit. Te a sportpályafutásod alatt, tehát a labdarúgó pályafutásod alatt is azért készültél az úgynevezett civil életre? Igen, készültem, mert gondoltam, hogy még egy 5 évet fogok játszani, összegyűjtöm a pénzt, és nyitok valami üzletet. És mi lett belőle? Hát semmi nem lett belőle, mert pénz elment. Játszottam még indoorba, Amerikába. Az a kis fedett pályán, igen. Fedett pályát, teremtornát játszottam New Jersey Rocketba, ott nagyon jó összeget kaptam. Utána Buffalo Stallionsba játszottam, nagyon jó összeget kaptam. Te, és amikor azt mondtad, hogy na most elég a sportnak vége, hát előbb-utóbb egy sportoló befejezi. A civil életben, a magánéletben, mit csináltál, hogy maradtál talpon? Hát abba hagytam a futballt, 2 évig kerestem munkát, senki nem hájerolt, mert mindenki azt mondta, hogy futballista mit tud csinálni. Volt nagyon 4 vagy 5 gyár, üzem, ahol magyar volt az owner, az igazgató, mentem oda, adjanak munkát, nem adtak 2 évig munkát, úgyhogy elég sok problémám volt. Aztán jött egy alkalom, amivel be kellett mutatni, hogy mit tudok csinálni. Egy Tulendájba fölvettek, és 12-13 órát dolgoztam, hát 6 dollár
5-56 dollári helyen jutottak. És az mit dolgoztál, ezt el szabad mondani? Igen, a vasakat esztergáltam. Esztergáltál. Ja, hát gyerekek, hát... Meneteket tettem bele, szóval ilyen vasmunka volt. A család mivel foglalkozik, mit csinált kint? A gyerek, ugye tudom, gyerek... Ja, hát mind a kettő nevelt gyerek. Istenem, hát ez... Fölneveltem a lányom, mert nevelt lányomat, a fiamat. A lányom az egy Amerikában a Phoenix, a hirtelen nem jut eszembe, a lányom 7 nyelven beszél, és ő volt a börtönben a transfer. Tehát értem az, hogy ne, ő magyarul a különböző Arizonában a börtönben ő volt az, akin keresztül bekerültek oda, tehát ő fordított, gondolom. Fordított, meg ő írta alá. Nem egy egyszerű foglalkozás. Nem, de több pénzt csinált, mint én. Ja, biztos, Amerikában minden a pénz körül. Ja, a másik meg a fiam autószerelő volt, már letett az iskolát 16 éves korában a New York államban, a második legjobb autószerelő volt. Én akkor még Rochesterben voltam, és a rendőrkapitányt ismertem nagyon jó, mert minden meccsen kim volt. Azt mondtam neki, hogy a fiam ilyen a jó autószerelő, vittem a bizonyítványt, egyből fölvette őt, több pénzt kell adni én, 18 dolláros órabér. Te Józsi, itt nézem a szemed, mert annyira szeretem nézni a vendégeim szemeit, amikor beszélnek. És mondják, és akkor nem biztos, hogy figyelnek engem. Tehát ezért látom a szemeteket. Néha nagyon mosolyog. Nagyon-nagyon-nagyon mosolyog a szemed. Néha egy picit elhomályosodik. Akkor most fogom föltenni azt a kérdést, amit lehet, hogy nem nagyon tettek még föl. Nem bántad meg, hogy elmentél? Megérte, vagy megbántad? Ezt erre a kérdésre. Nem bántam meg. Nem bántad meg. Nem bántam meg. Ha az eltiltás nem lett volna, nem is gondolkoztam volna, hogy elhagyom Magyarországot. Hogyha arra gondoltam volna, én Lazinszkival együtt játszottam a 21 éven a Luliknál, ő diszidált mellettem. Mondta, ő Belgiumba ment, ha jól emlékszem valamikor. A Sevillába ment. Spanyolországban. Ja. És az én vágyam az volt, hogy egyszer nagy legyek. Igen. Amit büszke is vagyok rá, mert nagy voltam itthon is, nagy voltam Amerikában is. Tehát elégedett ember vagy? Elégedett. Most jelen pillanatban dolgozok egy világ legnagyobb gyárába, ahol az E-vitamint csinálják, a steroint csinálják, mindenfajta gyógyszerbe csinálnak anyagokat. Az EDM, Vitamin E-nek hívják, E-vitamin gyár. 10 órát dolgozok naponta, még 7 hónapon van, és akkor befejeztem. És akkor nyugdíjas leszel? Akkor nyugdíjas leszek, és... El nem tudom képzelni, vörít nyugdíjasként. Akkor minden más. Hát így is jó. És mi lesz akkor, amikor nyugdíjas leszel, akkor hát, hazajössz, hazaköltözöl? Vagy hát, vagy többet leszel itthon? Gondolkoztam azon is, a barátnőmmel, együtt élek vele most 8 évet, hogy hazajövünk, veszünk egy kis házat, valahol vidéken. És kiállsz a foci meccsekre? Hát természetes. Hát, anélkül nincs életem. Jut eszembe, láttad az Újpestet játszani, mióta itthon vagy? Hát láttam a Fradi ellen, akkor én mentem be kezdőrugást csinálni ezelőtt 7 vagy 8 évvel. Most ebben a szezonban, erről a szezonban? Ebben a szezonban csak most voltam először a Újpest Honvéd meccsen. A Honvéd meccsen. Igen. Aztán lementem vidékre, mostan ott voltam majdnem 13 napot. Tegnap előtt visszajöttem. És első utad ide vezetett, hála Istennek, a stúdióba. Hát Zolihoz, a barátomhoz, aztán gyűjtöttünk ide. Itt nagyon gyorsan, még egy kérdésem lenne, mielőtt befejezzük, bár még egy órát tudnék veled beszélgetni, mert nagyon sok hát, mindent tudnék. Filmetek van akkor. Ha már labdarúgóként mentél, itt játszottál, labdarúgó voltál, elmentél, labdarúgó maradtál, hazajöttél, kimentél a meccsre. Elmondhatod, mit láttál a csapatban, mit láttál ma a Lilafehéreknél, most a Lilafehéreknél? Hát most ellen pillanatban a Lilafehéreknél az a probléma, hogy nem látnak rendesen a pályán. Ha valaki üres, nem teszik le rögtön a labdát nekik, hanem várnak. A második fél idő, első fél idő jól játszott az Újpest, második fél idő visszaestek. És második fél időben a Honvédnak a nyomását próbálták tartani,
de mikor az Újpesthez került, akár ki az a védőhöz, középpályáshoz labdát, két csatárnak nem rúgták el hosszan a labdát. Nálunk az volt az Újpestben annak idején. Nálunk volt Dunai 2, Benekeri. A középpályán Tóth Andris, Göröcs, ki volt még? Dunai 3. Dunai 3. Oké. Akkor két visszahozott szélső volt a fazek a Zámbó. Szóval akár kiné volt a labda, már a négy csatár az már ment keresztbe, előre, visszavonult, hogy le lehetett tenni a labdát gyorsan. Tudom, hogy megváltozott a labdarúgás, amikor ti játszottatok, meg amit most játszanak. De azt gondolom, hogy azért valamit el lehetne lesni attól a régi Újpesttől még a maiaknak. Mindenki. Én is ellestem a Beckenbauertől, én is ellestem a Cruyfftól, a ilyen nagy sztároktól, és próbáltam én is csinálni. Hát, Józsi, ahogy az előbb mondtam, hogy még lenne miről beszélni, még sok mindenről, de remélem jössz legközelebb is, mert mondtad, most már lassan nyugdíjas leszel, hát, és akkor kell jönni. Nyugdíjban jösszek, akkor jövök. Azt is tudom, hogy amikor ez a kis beszélgetésünk adásba kerül, akkor te már a repülőn csücsülsz, és mész vissza a tengeren túlra. Én kívánom neked, hogy azt a pár hónapot még bírd ki, aztán legyél boldog nyugdíjas, és kedves nézőink, magunknak pedig azt kívánom, hogy Horváth Józsi, a Vöri egyre többet jöjjön haza, sőt, hogyha kell hosszú időt, maradjon itt velünk, menjünk ki együtt a labdarúgó mérkőzésekre, adjon jó tanácsokat, mert hiszen mindahányunknak, akik nézzük az Újpest televíziót, Újpest szurkolók vagyunk, és nem tudunk más mondani, mint hogy hajrá Újpest! Köszönöm, igen, hogy itt jártál nálunk. Remélem lesz még alkalom, hogy beszélgessünk, akár a tekéről is. Okay. Szeretnék megköszönni ezt az interjút a Újpesti Dózsa, Újpesti nézők televíziójába, külön neked is, hogy te is egy nagy ne játékos dicsérj, voltál. Ne dicsérj! Én is egy nagy játékos vagyok, örülök, hogy ketten össze tudtunk jönni. Köszönöm szépen, hogy itt jártál. Én is mindenkinek sok szerencsét, sok jó napot kívánok!